mozgással ösztönző sportprogramokkal, triásóval, olimpiai bajnokkal és toxikológussal folytatott beszélgetéssel, helytörténeti kerékpártúrával és Vastag Tamás koncerttel várta az Európai Mobilitás Hét keretében megrendezett programsorozaton a város önkormányzata a hevesieket. A szeptember 16-án indult kampány jelmondata, a Válasz, Válts, Variálj arra ösztönzött bennünket, hogy a rendelkezésünkre álló közlekedési lehetőségek közül mindig az utazásunkhoz legmegfelelőbbet válasszuk. A mobilitás hét nyitó napján Klausmann Viktor várta beszélgetésre Szécsi Zoltán, olimpiai és világbajnok vízilabdázót, a sport és rendezvénycsarnokban. A majd 2 méteres Szecska becenévre hallgató kapus szívesen megosztotta élményeit a hallgatósággal, akik egy nagyon jó hangulatú, interaktív estét tölthettek el vele, és a 2015-ben Heves megye nagykövetének megválasztott Klausmann Viktorral. Habár a No Drugs volt előadásának a címe, dr. Zaher Gábor toxikológus már az első percekben rámutatott arra, hogy egy drogok nélküli világ meglehetősen utopisztikus elképzelés, hiszen tudatmódosítószer a gyógyszeripar számos terméke, az altató és nyugtatószerek is, a nikotin és a koffein pedig szintén befolyásolja az idegrendszert. A magyarországi helyzetet tekintve viszont nem a kábítószerfüggőség okozza a legnagyobb problémát, hanem az alkoholbetegek száma. Azzal ugyanis Európa élmezőnyébe tartozunk, míg a kábítószerfüggők a kontinens sereghajtói. Kellemes őszi szombatra ébredhettek azok az indulók, akik a futóheves szeptemberi megmérettetésén álltak rajthoz. A 8 kategóriában meghirdetett futam 8 településről vonzotta a sportolókat, akik legifjabbjai az óvodás korosztályt képviselték. A verseny abszolút győztese Együd Máté lett, aki 10 perc 3 másodperccel nyerte a 3 kilométeres utcai futást. Az eredményhirdetés során az érmeket Schweitzer Sándor városunk polgármestere és Makó Nándor alpolgármester adták át. Makó Nándor nem csak a díjátadáson, hanem a versenyen is képviselte a város önkormányzatát, hiszen ő is végigfutotta a távot. A szombat tartogatott még látnivalókat. 10 órától a Triál kerékpáros show keretében lehettünk tanulni annak, mit is tudnak az ügyes kerekezők, ha eleget gyakorolnak, és ha van pár bátor jelentkező, akin bemutathatják extrém gyakorlataikat. Nekik mondom se kell. A kampány záró napján is a mozgásé volt a főszerep. Katus Attila világbajnok sportoló és életmód tanácsadó lette meg délelőtt, és kora délután az ovisokat és az iskolásokat egy kis bemelegítő tornával. Hosszú sort alkottak azok a kerékpárosok, akik Gömör Ilona főmuzeológus invitálására a hevesi kúriák közötti távot 2 keréken tették meg. A túra a múzeum elől indult, és heves kúriáiból és polgárházaiból mutatta be azokat, melyek a város központjában lévő jól megközelíthető ponton helyezkednek el. Az egykori városhatárt körbejáró kirándulás csak ízelítőt adott azokból az építészeti remekekből, amit örökül hagytak ránk a hevesi nemesek és módosabb polgárok, illetve amelyek egykor meghatározták a település arculatát és szerkezetét, de így is emlékezetes volt minden résztvevő számára. Nyugodtan gyertek közelebb és táncoljunk együtt. Barátságosan és kedvesen agitált a Vastag Tamás a hevesi kulturális központot zsúfolásig megtöltő tömeget, hogy kapcsolódjanak be az éneklésbe és perdüljenek táncra. A gyerekektől a nagyszülőkig mindenki megtalálhatta azokat a zeneszámokat, melyeket szeret. Elvis örökzöldje mellett megszólaltak a mai magyar slágerek is, és voltak olyan dalok, amiket a közönség együtt énekelt Tamással a nézőtéren. A színpadot ezen az estén egy szék képviselte, és a reflektorok sem csak az előadóra irányultak. Az érzés elhallgatta még, úgysem tudom, újra itt lesz a tor, úszávén szűke hor, és a vert fogja el. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságok.
visszaidézni egy vázos alkotót. Ezek voltak tehát az Európai Mobilitás Hét keretében megrendezett programok városunkban. Jövőre újra várja önöket Heves önkormányzata.